Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Latman Tamás, nemzetközi jogász, egyetemi tanár és volt miniszterelnök jelölt. Milyen érzés volt miniszterelnök jelöltnek lenni? Jó reggelt kívánok! Elnézegedve azt, amit a jelenlegi miniszterelnök jelöltekkel történik, azt kell mondanom, hogy jó. Jó érzés volt miniszterelnök. Mennyi ideig volt igazából miniszterelnök jelölt? Ez ilyen nincs, ezt továbbra is ezt mondom, hogy miniszterelnök jelölt az a személy, akit az országgyűlés alakuló ülésére, a köztársasági elnök fölkérésére szavaznak róla a képviselők. Ez egy egynapos pozíció jogilag. Tehát tulajdonképpen akkor a CV-jébe ezbe se kerül? Nem, a CV-be... Akartam mondani, hogy magyarul az ön életrajzom. Nem, az ön életrajzomban jellemzően a szakmai tartalom kerül be, az ilyesmi nem annyira, ezt úgyis mindenki tudja. Ön Prágába egy intézetet vezet. Egy intézetben dolgozom, igen, ott egy kutatóközpontot. Egy kutatóközpontot vezet, így meg kell, hogy kérdezzük öntől, hogy mi a véleménye arról, hogy a cseh elnök és a megválasztott cseh miniszterelnök támogatja az izraeli főváros elismerését, sőt, mi több, azt is támogatja, hogy egyre több európai ország átköltöztesse nagykövetségét Jeruzsálembe. Azt gondolom, hogy egy ilyen kérdésben az államnak, amikor állást foglal, akkor elsősorban a saját érdekét, vagy a szövetségi érdekrendszerét kell figyelembe venni. Úgy tűnik, hogy a cseh politika vezető alakjai úgy döntöttek, hogy úgy látják, hogy itt most az amerikai pozíciót érdemes követni, lelkük rajta. Azért azt tudni kell, hogy ennek a döntésnek és ennek a végrehajtásának azért messze menő következményei lehetnek a közel-keleti, különösen az izraeli-palesztin viszonyban, és egy nagykövetség átköltöztetése sem arról szól csupán, hogy két kamionba bepakolunk három. De állást. Ugye emlékszik arra, hogy Izrael államának 70 évvel ezelőtti kiáltásakor a csehek azért fölfegyverezték az alakuló izraeli hadsereget, és már akkor is a zsidó állam mellett szavaztak, ellentétben más európai országokkal. Ahogy annak idején a legelső állam, aki elismerte Izrael államot, a Szovjetunió volt, nem pedig az Egyesült Államok, tehát azért a világpolitikában változnak időnként dolgok és az érdekek. Tehát ebből azért nem indulnék ki most, hogy... De egy nemzetközi jogász azért Dávid királyról is hallott, aki megvásárolta a... Persze, vissza lehet menni, de amikor a mai politikai eseményeket vizsgáljuk, akkor úgy gondolom, hogy a mai politikai körülmények közül érdemes kiindulni. Tudja, én párhuzamot szeretnék vonni, András, és utána egyből kérdezhetsz. Ma Magyarországot tárgyalta a Libe Bizottság. A zsidó államot is állandóan mindenki tárgyalja, állandóan mindenki elítéli. Hogy lehet ugye egy államnak létezni, vagy egyszerűen nem figyel oda, és nem csinál ebből nagy ügyet, hogy mindenki állandóan cseszteti? Ennek mindig megvan az oka, hogy úgymond miért csesztetnek egy államot. Ugye azért Izraelt nem úgy szokták tárgyalni, és nem olyan szervezetek, és nem olyan ambícióval és igényel, mint Magyarországot. Ugye Izraelnek a külpolitikai cselekményei jellemzően kritikát hozzanak. Ez a csesztetés szóért, kedves nézőimtől elnézést kérek, főszerkesztő asszony, figyelmeztetve, hogy ez nem egy PC, szekálás, elítélés, piszkálás, stb. Én ugye kötöm magam a szerkesztő és az interjú készítőhöz, tehát ebből a szempontból a dolog részemről teljesen oké. Szóval a lényeg az, hogy az Izraelnek a piszkálása az ENSZ-ben és egyéb helyeken azért egyrészt politikailag véleményem szerint sokkal inkább ambicionál, tehát ott van egy politikai háttérmunka, egy Izrael ellenes háttérmunka nagyon sok esetben, ami ugyancsak a globális nagypolitikának a kontextusába értelmezhető, hiszen annak idején ne felejtsük, hogy a Szovjetunió és az arab államok az arab-izraeli, palesztin-izraeli konfliktust a maguk geopolitikai valóságában. De végül is egy zsidó konfliktus lett. Hát végül is mondhatjuk. Viszont Magyarország esetében a kritika olyan szervezetektől jön, olyan intézményektől, ahova Magyarország kifejezetten vállalásokat tett az Európai Uniós alapítószerződések aláírásával, az uniós alapjogi karta elfogadásával, és még lehetne sorolni a különböző nemzetközi és uniós jogszabályokat. Tehát azért Magyarország egy olyan körülmények között kapja a piszkálást, ahol a piszkálónak minden jogi alapja megvan a piszkáláshoz. Az egy másik kérdés, egyébként vitatkozhatunk azon, hogy igaza van-e a piszkálónak vagy nem, de itt egyértelműek a jogi alapok, ahogy a vállalások. Én még a Csehországba szeretnék visszatérni, hogy látszik-e, hogy lesz a stabil kormány Csehországban. Ugye egyelőre, ugye Babis megnyerte a választást. Mert mi kineveztünk őt egy cseh szakértőnek is. Igen, azt nem kéne. Tehát kifejezetten sem politológus szakértő, sem pedig cseh szakértő nem vagyok. Ami látszik Csehországból, úgymond béka perspektívából a politika felé, meg beszélgetve az intézetben azokkal a kollégákkal, akik tényleg szakértői a témának. Babis egyelőre egy ilyen a lehetséges, legkisebb rossz azt jelenti, hogy ami működőképes, aminek realitása van, hogy egy kisebbségi kormánnyal el tudja kezdeni a kormányzást igazából. Ez a jelenlegi helyzet senkinek nem jó, de a cseh politikai kultúrában
van egyfajta olyan gyakorlata a kompromisszumnak, amivel ez egy ideig mehet. Ez egy ideig mehet. Hogy mennyire lesz sikeres, azt nem tudom, de rossz májú kollégák mindig szoktak azzal viccelni, a cseh kormány. A Csehországban az a tradíció, hogy amikor megkapják az EU elnökséget, akkor összeomlik a kormány. Lehet mondani, hogy most még csak az sem volt, és már összeomlott a kormány. Meglátjuk. Én azt gondolom, hogy a cseh politikai kultúrában benne van az, hogy valamiféle kormányzás azért akár kisebbségi pozícióból is menjen. Az egy másik kérdés, hogy Babisnak a személyes attitűdje és a politikai ambíciói azok lehetővé fogják-e tenni, hogy ez sokáig működjön, vagy előbb-utóbb szét fogja feszíteni a kereteket, amiben be van szorítva. A lengyel kormányváltás következményben a lengyelek lehet, hogy most jobban meg fognak felelni Brüsszel elvárásainak, és akkor felszabadulnak újabb erők a mi piszkálásunkra. Vagy rosszul látom ezt? Egyőre még nem látom azt, hogy az új lengyel kormány mennyivel vonzana kevesebb piszkálást, mint a Sidlóféle. Tehát itt azért világosan látni, hogy a miniszterelnökük tegnap bemutatkozott és elmondta, hogy ugyan változás nincs, az majd január 1-én lesz. Igen, de azt is mondta például, hogy ő már pedig szeretné újra keresztényé tenni Európát, meg ilyenek. Tehát ott azért én nem ez számomra nem egy olyan antré volt, ami kevesebb konfliktus. Na de mi rossz van abban, hogyha van egy keresztény zsidó múlt? Semmi ő ugyanezt nem mondta, de én beleértem. A múlttal semmi baj, a jövő a kérdés, meg a jelen. Tehát hogyha mondjuk Lengyelország holnaptól vagy januártól elkezd azért lobbizni, hogy a lengyel alkotmányban létező abortusz tilalom legyen uniós szintű, akkor abból azért lesznek problémák, már csak azért is, mert egyébként ugye az abortusz kérdés az a nemzeti szuverenitás körébe tartozik, és miközben egy úgymond szuverenitás védő politikai erő a saját politikai agendáját rá akarja tolni az egész EU-ra, amiben ráadásul hatáskör túllépés lesz, hát abból az egészen biztos, hogy lesznek vitát. Hogyha az Amerikai Egyesült Államokban lehet küzdeni az abortusz ellen, akkor miért ne lehetne Lengyelországban? Küzdeni lehet. De ott is az Egyesült Államokban is igen furán néznek arra a mondjuk jobboldali republikánusra, aki elkezdi a föderális abortusz tilalmat követelni, miközben egyébként előző nap még végig arról magyarázott, hogy egyébként a szövetségi kormány ne szabályozzon semmit, mindent a tagállamoknak kell szabályoznia. De föderálisan legyen tiltva az abortusz, tehát azért az problémás. Már rákanyarodtunk a témánkra. Mint jogász, mint szakértő érdekelne a véleménye, ugye Németországban zajlanak a koalíciós tárgyalások. Az egyik koalíciós fél ugye azt mondta Martin Schulz a hétvégi kongresszuson, hogy aki 2025-ig nem lép be az Európai Egyesült Államokba, azt ki kell dobni az Unióba. Ön szerint ezek a nyilatkozatok és plusz a magyar-lengyel álláspont, nem gondolja ezt, hogy ezek csak olaj a tűzre, és további ellentéteket fognak szülni? Vagy Schulz úr nem tudja, hogy miről beszél? Én szerintem Schulz úr tudja, miről beszél, de azt is tudja, hogy ez nem fog megvalósulni ebben a formában. Tehát én most ezeket a nyilatkozatokat szigorúan egy ilyen ugyancsak ilyen belső használatra szánt politikai terméknek. De már nincs kampány, vagy ő még most kezdett el kampányolni? A kormányválság Németországban még úgy tűnik, hogy van. Tehát ki tudja, nagyon sokan mondják, hogy lehet, hogy előrehozott választás lesz, de még ha nem is lesz Schulz számára, ez azért fontos, mert a saját politikai pozícióját a német baloldalon belül viszont még próbálhatja ezzel tartani. Ugye ő egy kvázi vesztes kancellár jelölt. Normális körülmények között egy ilyen politikusnak egy kicsit odébb kell lépnie, vagy hátrébb kell lépnie. Schulz nem nagyon szeretne szerintem hátrébb lépni, és egy pozíciót szeretné fogni magának a német baloldalon. Ez, hogy ő elkötelezi magát egy ilyen erős Egyesült Államok, Európa Egyesült Államok mellett, ez egy pozíció. Minek köszönhető az, hogy Merkel tegnap közölte a tömegekkel a médiában, lenyilatkozta, hogy nagyon nem ért egyet azzal, hogy a tüntetésen, az amerikai elnök elleni tüntetésen izraeli zászlókat égettek. Mondta, hogy jó, tüntetni lehet, ezzel szemben a baloldal képviselői senki nem emelte fel a szavát. Valószínűleg azért. Ez is egy kettős mérce? Nem feltétlenül kettős mérce, egyszerűen politikailag a baloldal számára, nem csak Németországban, de mindenhol. Szabad zászlót égetni? Azt hittem, hogy az csak a szélső jobb oldal eszköze. Nem, ez egy nagyon érdekes dolog, mert az Egyesült Államokban a zászlóégetés vitában éppen a liberálisok képviselik azt a nézetet, hogy lehet zászlót égetni. Az egy dolog, hogy nem csináljuk, mert kultúremberek vagyunk, de a zászlóégetés adott esetben a véleménykifejtésnek egy extrém radikális és nem kultúrált módszere, de jogilag nem kéne. Igen, amikor még Vietnám mellett tüntetünk, akkor lehet, hogy divat volt, de azóta a 21. nem, században. Nem, van ahol divat, van ahol nem. Én ezt kulturális kérdésnek látom, hogy égetünk-e zászlót vagy nem. Az, hogy Magyarországon a szélsőjobb égetett zászlót idáig, hol izraelit, hol EU-t, az az ő kulturális minőségükről árulkodik, de például Magyarországon. Apropó, ön adakozni fog és megmenti őket? Mármint, hogy kit, a Jobbikot? Igen.
Úgy gondolom, hogy Jobbiknak ezt a csatát saját magának kell, hogy megvívja az állami számvőszékkel és a kormánnyal szemben. Én ebbe a csatában nem tartom szerencsésnek. De ők most az entellektüelekre, a liberálisokra és a baloldali zsidókra számítanak. Maga ebből a liberális szabad gondolkodó. Lelkük rajta, hát számítsanak rá. Én majd megnézném, hogy akkor esetleg, hogyha bocsánatot kérnének azért, amire az elmúlt években rászálltak ezekre a liberális, entelektuális, zsidó, akárkikre, majd hogyha bocsánatot kérnek, akkor esetleg ezeknek az embereknek érdemes lehet gondolkodni, hogy akarnak-e segíteni nekük, de amíg ezt nem látom, addig szerintem a hülyeség minősített esete beállni és segíteni nekik. Vívják meg a harcukat, ezt mondtam valahol, meg mondom is sok helyen. Én értem, hogy a több pártrendszert meg a demokráciát védeni kell, ez nem is kérdés. És mindig, amikor azt mondom, hogy most nem kéne a Jobbik mellé nagyon besorolni, akkor azt kapom a képenbe általában, hogy És hogyha egy tisztességes, becsületes pártra szállna rá az államhatalom, azt mondom, hogy akkor majd azt megvédjük. Tehát van egy bizonyos mennyiségű muníciónk és morális tőkénk. Mondtam neked, hogy Lattmanulat kell hívni. Ezt a muníciót és ezt a morális tőkét szerintem meg kell őrizni a valódi csatára, meg kell őrizni a valódi áldozat védelmére, nem pedig annak a védelmére kell elpocsékolni, aki egyébként nem áldozat. Áldozatnak áldozat, de bűnös. Jogi útra térve, olvasta az ÁSZ-nak a jelentését, és hogy jogilag ön szerint ez rendben van, vagy nincs rendben? Abszolút nincs rendben. Abszolút nincs rendben. Abszolút nincs rendben. Az sincs rendben, hogy van egy jelentés, ami közvetlenül végrehajtható, nincs jelenleg bírói felvizsgálati lehetőség, nincs jelenleg fellebezési lehetőség. Tehát ezek mind olyanok, amik bukók. Tehát még normális körülmények között még a Magyar Alkotmánybíróság előtt is bukni kéne, Strasbourgban biztosan bukni fog. Ez egy csata, vívja meg a Jobbik, ez az ő csatája. Én csak attól óvok mindenkit, hogy politikai értelemben összeégen. De hát az ÁSZ nem független, tehát abban a pillanatban felül lehetne bírálni, akkor már elvesztené a függetlenségét, nem? Nem tette Strasbourgot. Bocsánat, egyszerre. Az, hogy a bíróság valakit felülbírál, az nem jelenti azt, hogy onnantól nem független, az azt jelenti, hogy egy független intézménynek a jogszerű működését a bíróság vizsgálja. Főszabály szerint a bíróságnak függetlennek kell, hogy legyen. És hogyha a bíróság lehetőséget sem kap arra, hogy felvizsgáljon valamit, akkor ott baj. Jó, akkor a Jobbikról beszéltünk eleget. András, ez nagyon izgat engem, hogy jogilag mi történhet az EU bíróságon? Tehát elítélnek minket? Fölakasztanak? Kizárnak minket? Mi történhet? Első körben ugye ennek a kötelezettségszegési eljárásoknak az első ítélete az egy dologról szól, hogy igaz-e, hogy az adott tagállam megsértette az uniós tagságból fakadó kötelezettségét. Utána, hogyha ezt megállapítja a bíróság, ugye megint egy olyan eset, amikor a bizottság úgy gondolja, hogy jogsértés történik, tagállam úgy gondolja, hogy nem, és a bíróságnak le kell zárni a vitát. Hogyha ez megtörténik, akkor a bíróság utána, független akartam. Az Európai Uniós Bíróság független, nem nagyon hallottam még komolyan vehető forrásból, komolyan vehető argumentációt arról, hogy ne lenne az. És utána, hogyha a bíróság ezt megállapítja, akkor visszakerül a vita a bizottság és a tagállam közé, mert akkor a bizottság megmondja úgymond a tagállamnak, hogy na látod, én megmondtam, hogy jogsértő vagy, akkor most tárgyaljuk le, hogy mit volt csinálsz. Volt már ilyen az EU-tön? Tárgyaljuk le azt, hogy akkor most te mit fogsz csinálni, és hogyha a tagállam akkor sem hajlandó engedelmeskedni, és nem működik együtt. Ez mennyi időt vehet igénybe? Ez több hónap adott esetben, hogyha egész folyamatot nézzük, akár évek is lehet. Ez véletlen, hogy pont a választások előtt van? Nem, én nem gondolnám, mert a választások előtt ez politikailag hasznosítható eredményt egyik oldal számára sem fog igazából kitermelni szerintem. Tehát még az első kérdésben sem biztos, hogy a bíróság állást fog foglalni a választásokig. A luxemburgi bíróság nem a magyar választási naptárhoz igazodik, tehát nem érdekli annyira. A lényeg a második eljárás, hogyha nem sikerül megállapodni, akkor egy második bírósági eljárásra kerül sor majd valamikor, és annak a vége, hogy a bíróság valamilyen szankciót. Milyen szankciót hozhat? Kötelezettségszegési eljárásokban a gyakorlat ugye pénzügyi szankciókra szokott vezetni. Erre vagy volt már példa? Erre volt, ritkán. Ki ellen volt? Franciaország ellen, Spanyolország ellen, de nagyon kevés ilyen ügy van egyébként, mert amikor már a bíróság kimondja egy tagállamról, hogy jogsértő, tehát ő sérti azokat a kötelezettségeket, amik őt terhelik, akkor az államok általában már politikai okokból inkább megállapodnak a bizottsággal. Tehát nagyon kevés ügy ment el második szakaszra, és nagyon kevés esetben állapította meg a luxemburgi bíróság, hogy valamit fizetni kell. Sűrűbben kéne jöjjön hozzánk. András, még egy nagyon rövid kérdés. Egy nagyon rövid kérdés lenne, hogy én ott voltam Vonagában a sajtótájékoztatóján, és meg lehet kérdezni, hogy milyen testületekhez fordulnak, hogyha az ÁSZ végül dönt. Ő most nem említette, hogy Strasbourghoz lehetne fordulni, ő nem említette meg ezt a lehetőséget. Az az ő baja. Politikailag, én ha jól értettem, akkor azt mondta, hogy ő nem akar neki tanácsokat adni, úgyhogy... Jó, ennyi, hogy alapvetően ebből látszik a Jobbik mennyire gáz.
Tehát alapvetően idáig ez éveken, az ön véleménye, nem a miénk, hogy nehogy betereljenek minket, de azért lehet, hogy tudod, hogy éveken keresztül ekézték a strasbourgi bíróságot. Most meg be kéne ismerni, hogy hát mégiscsak van valami fontos szerepe. Ezt a kognitív diszonanciát oldják fel maguktól. Nagyon köszönjük, itt a vége, és legközelebb visszavárjuk, és itt folytatjuk, és most Tordai Bence következik, a Párbeszéd szóvivője, akivel nagyon érdekes dolgokról fogunk beszélni, például kinek is a miniszterelnök jelöltje, az ő pártjának a vezetője. Köszönjük, hogy itt járt nálunk, és visszavárjuk. Köszönjük szépen.